rendszeresen. Mondhatom azt, hogy részint szakmai egyeztetések is folynak, részint pedig az ilyen jellegű előkészítések folyamatában vannak. Mindenféleképpen a jövőben a teljes lebonyolítással kapcsolatos intézést a Nemzeti Fejlesztési Programiroda fogja koordinálni, kézben tartani az egészet, bonyolítani van. Erre vonatkozólag van egy előzetes, és ezt hangsúlyozták, hogy ez mindenféleképpen egy előzetes együttműködési megállapodás, ami majd a kiírásnak megfelelően, vagy a tények tükrében némileg fog változni, de a vázat tulajdonképpen ez, ami itt az előterjesztésben szerepel, illetve ami az együttműködési megállapodást tartalmaz. És volt már velük egy megállapodásunk az előző pályázatra, de az ellenezetlenül, mivel hogy az a európai ciklus lesz állított. Ebben kapcsolódik kérdés. Akkor gyakorlatilag a határozati javaslat az, hogy együttműködési megállapodást kötünk a Európai és felhatalmazott testület a együttműködési megállapodás aláírására. Ki az, aki ebben egyet tud érteni? Köszönöm, egyhogy vagy a biztos a testület. És akkor az utólagosan, utólagosan felvett napirendi pont. Itt megint csak egy örömért tudok közölni, mert hosszú-hosszú harcok után és hosszú-hosszú húzavonal után a múlt héten tulajdonba került a Aura épület. Úgyhogy mindenki által alá van írva. Most már még nem egy per egyes tulajdonos, mert a földhivatali bejegyzés folyamatban van, de tulajdonképpen a helyben egy per egyes tulajdonosok vagyunk. Ez azért nagy mértékben megkönnyíti a pályázati lehetőséget is, illetve ennél a pályázatnál, az energetikai pályázatnál is könnyebbség, hogy nem kell áttételesen igazolásokat hozni, hogy a jövőre nézve majd tulajdonba fogunk kerülni. De ugyanakkor mindenki előtt ismert, hogy jelen pillanatban az edukáció az raktárként üzemel a épületbe, és ahhoz, hogy itt az átmeneti időszakban nekik is legyen lehetőségük erről gondoskodni, illetve nekik sem legyen még óriási a nem használt idő a költségünk, és az előzetes megállapodások is végül arról szóltak, hogy ameddig lehet, addig ők tovább is bérelni, de most már az önkormányzattal ezt a négatlan. Ők is közben gondolkodnak a további lépés lehetőségéről, illetve arról, hogy hova tudnának későbbiekben elmenni, illetve az se lehetetlen, hogy mit maga a cég meg is fogsz kérni. Már egytől megszűnik, bocsi. Igen. Hát jó, én mérget nem veszek az információkat, de csak hát utána azért most beolvad, aztán majd tehát onnan még azért nem fognak eltűnni azok a iratok meg ja, nem, csak a... Tehát a továbbiakban is valamilyen megállapodást kell kötni, de jelen pillanatban velük tudunk megállapodást kötni erre vonatkozóan. A 6. a 25. egy ülésre volt kiküldve előterjesztés, és ebben csak van egy... Csak akkor még nem volt aktuális. Igen, azért nem volt el a testület, mert még nem voltunk akkor tulajdonban, és a ügyvédeket javasolták, és ebben van egy rendelet tervezett a lakbérrendeletnek a módosításáról. És ezt az ingatlan, tehát a 0-135/11-eset kivetnénk olyan szempontból a szabály alól, hogy a határozatlan időre is bérbeadható legyen, mert az összes többi csak 5 évre adható bérbe. És akkor először ezt a rendelet módosítást kellene megszavazni, ez egy 3 sor egyébként a módosítás, és utána lehetne megszavazni a határozati javaslatot, ami arról szól, hogy bérbe adjuk az Edukáció Kft.-nek, 150 forint per hó bérleti díjat fizetnek, és viselik a közüzemi költségeket. És határozott időre. Igen, határozott időre. Felmondási időre. Kiszúr
hat hónap volt. Igen. És kiküldtük a szerződés tervezetet is. Csak a szerződés tervezetről egy múlt elég hosszú munka. És igen. Egy csomó olyan rész volt benne, ami nem egész előzéssel a kormányzatnak mondja, benne volt meg is, hogyha bármit akarunk használni, akkor nekünk kell gondoskodni az almérőknek a felszerelésének és ő tovább számlás felé. A bérőnek a felszerelés. Aha. Almérő. Hát, hogy egy részét akarnák az épületnek használni. Az igaz, csak igaz, hogy mi vagyunk tulajdonban, és mi adjuk bérbe. És van ilyen törekvés, hogy egy részét? Mindenféleképpen van egy olyan törekvés, mert... Meg benne van a szerződésben, tervezetben is, hogy ha egy részét igénybe akarjuk venni, akkor nekünk kell gondoskodni arra, hogy leválasztatunk legyen az egészről. Magyarán körbe kell keríteni a bőrészét, amit kizárólagosan használ. Ezek nem nagy költségek, hanem le kell itteni egy 3 méteres kerítésszakasszal. Hát oké, akkor a bérleti díj még 100 méter, akkor legyen 500, és akkor megcsináljuk persze. Mm. Én csak tudod, hogy te vagy a tulajdon, most nem vállalkozol az alapjáról. Nem, csak ezért, hanem nagyon sok a közmű, meg a alapköltsége. Hát azért az éves szinten így, hogy nincs használva 12 millió. Rendben, hogy erre a épületre akkor nincs most rákölteni 150 milliót, ha megnyerjük a pályázatot, ugye, amire most már a politika közbeszerzési eljárás, aminek lesz egy olyan dolgata, hogy áramot kell biztosítani a szerencsétlennek, hogy föl tudja húrni a falra a hőszigetelést. Tehát most mi teszünk egy olyan energetikai befektetést ebbe az egészbe, amivel ő rezsit fog spórolni, viszont mi kiépíthetjük nyugodtan az almérőt, hogy hódni tudjon a vállalkozó. Azért ez egy kicsit billeg. Hát a rezsit spórolhat, hogy ez piaci alapon azt mondjuk, hogy ez egy energetikailag korszerű épület, akkor viszont drágább. Hát akkor valahol fizesse meg, vagy hagyja, hogy tudjunk dolgozni. Tehát azért ez a valamit valamit. Az azért megfizettek. Hát ebben meg lehet elnézni. Én ebben szintén nem mennék bele, de ahogy döntötök, ha megyünk bele, mert nincs akkora hozadék, amit mennyi veszteségem van annak, hogy ennek a szerződést. Nagy valószínűséggel 1+ millió nem fogunk tudni érvényesíteni, mert állam az államba, és hogyha megszűnik, történetesen januárban, februárban, októberben, teljesen mindegy, és nem kötünk februári szerződést vele, akkor hiába tudtunk 100 000-re, 200 000 többet kisívolni, ha elmaradt idő, meg van eltelt idő miatt, nem az a cél, hogy ők évekig itt legyenek. Az a cél, hogy ezt az intézményt mi hamarabb bevonjuk mozgásával, oktatási intézményként, hasznosításával. De azért ez simán meg lehet. Hát most hasonlóan ügyetekre. Én leültettem mindenre. Onnan egy filmet adhozni. Hát oké, akkor álljunk fel, és volna pengelek. Ez is lehet egy dolog, de akkor arra éjjel az a 10-12 millió éves gondosulni kell. De ő se tudja, hogy a vinni halnak a cüttetet, most ez jó, két irányú dolog, ő is valamiért kérte a fél éves felmondást. Jó, semmi van. A 6 hónapos felmondást vélhetőleg azért kérte, mert előtte nem tudja végig zongorázni azt, hogy hova vigye a cuccát. Hát ez így, nehogy már mi legyünk beszorítva a saját tulajdonképpen. Én legültem, tárgyaltam, mert hát gondolja a bizottságot, meghívjuk egy bizottságból, és lehet tárgyalni, én sokkal fontosabb.
csoportokon való részvételt, és ez mondhatom azt, hogy a nap 24 óráját maximálisan kiteszi számomra. Én itt nem látok esélyt arra vonatkozóan, hogy itt jelentősen tudnánk a pozíciókat erősíteni. Ahol látok, ott harcolok, ahol nem látok, ott nem megyek. Szóval szerintem is az, most ezt lehet, hogy rosszul fogalmazom, de ez egy talált pénz. Tehát kaptunk egy épületet, amivel lehetünk épületet, és innentől kezdve már bérleti díjat fizet, és akkor valóban kifizeti, valószínűleg ugye télen még nem tudjuk használni az épületet, tehát kifizeti a rezsijét, ami a kütés szempontjából elég sok. Tehát megtartja nekünk ezt az épületet, föntartja nekünk addig, amíg mi használva tudjuk. Jelen pillanatban is lent voltam valami felmérés kapcsán, fel kellett menni a tetőre. A teljes szigetelés fel van nyitva a lapos tető részen. Tehát tényleg csinálja azokat az állam megóvásokat, amit folyamatosan mondott, ígért, hogy a kazánazat felújította. Én úgy érzem, hogy ha ebbe az irányba megyünk, akkor a 20 lapot kérünk. Egyes leosztás meg nincs, csak kettesében van, és akkor ott lehet. Nekem az a véleményem. Más a vélemény, akkor el lehet mondani egy kapcsolatban. És akkor nagyjából veled, mert ugye ha ők kimennek onnan, akkor vagy egy csomót rá kell költeni nekünk az őrzésére, vagy így fogunk járni a 20 élettől. Mert így legalább felügyelet alatt van az épület, még valamennyi csúrra kettem is. Meg lehet egyezni az emberrel olyanokról, amit kellene, hogy nem zárkodnunk el egyben talán. De... Egyébként mi problémázunk? Írjuk bele, hogy amennyiben felújítási munkálatokat végez rajta az önkormányzat, akkor annak az energiaköltségét állja bérbe. Írjuk bele. Visszajön még egy ülésre. Most, ha mi elnapoljuk, akkor is a következő ülésen lesz döntés, ha ők nem írják alá, akkor is a következő ülésen lesz döntés, tehát semmit nem veszünk vele. Hát felveszik észre. Én biztos, hogy észreveszik. Igazgatósági tanástól kezdve a oltási mindenki át fogja olvasni. Hát viszont nem biztos, hogy szól állnak az államokat, nem? Mi? Azért nem úgy szól. Nem tartom azt jó dolognak, hát a 24-es pontban. Ne. Én szavazásra teszem, hogy ki az, aki ingyen lapommal mehet, hogy a fogadás kérdés feltartásra jelezze. Köszönöm a tartózkodás, egy tartózkodással. Köszönöm szépen, és ezzel a mai testet. Kérdésem, hiszen most küldte a katasztrófa védelem, a generális... Bőségviadó lesz. Nem, generális... Nálam.